Bár most már azért nagyon ritkán, de azért mégis előfordul, hogy egy megrendelő számon kéri rajtam, hogy mégis miért kérek el én 70 forintot kilométerenként kiszállási díjként, amikor 450-es literárak mellett 6 literes átlagfogyasztásnál 27 forintba kerül 1 kilométer. Akkor mégis miért kérem el én ennek a háromszorosát? Szinte biztos vagyok benne attól függően, hogy milyen autótok van, hogyha 70 forintot minimum nem kértek el kiszállásként, kilométerenként, akkor nektek az veszteséges. Nekem egy japán Honda Jazz-en van, ez 2005-ös, amikor 2018-ban vásároltam, az volt a koncepcióm, hogy meg lehessen vele jelenni, de azért mégse kellene a gatyámat rákölteni. Egy fenntartható autót szeretnék, és erre esett a választásom. Nekem az a szerencsém, hogy egyik legjobb barátom nekem az autószerelő, és ő szinte költség alapon mindent megcsinál nekem, de mégis most kiszámoltam, hogy éves szinten nekem milyen költségeim vannak ezzel az autóval, ami 1,5 millió forintba került 2018-ban, hogy lássátok, hogy mennyit költ rá az ember egy ilyen autóra, amikor egyébként azt azért tartom fenn, hogy el tudjak jutni A-ból B-be a munka szempontjából, mert ahhoz, hogy el tudjak menni egy fotózásra, nyilván kell autó, de ha mondjuk nem, mondjuk egy 8 órás berendezett állásom lenne egyébként itt a környéken, akkor lehet, hogy olykor csak bérelnék egyet, mert amilyen összeg itt kijött, hogy mennyit költök rá egy ilyen autóra, ami egyébként nem egy pénznyerőgép, hát az elég magas. A legelső költség, ami itt van nekem az Excelben, az a gumiabroncs, 30 ezer forintot írtam be ide évente. Mondjuk azt mondom, hogy 5 évente kell új, ezt tudom, hogy attól függ, hogy milyen gumiabroncs, tehát itt is azért, mint a fényképezőgépeknél, egészen a belépő kategóriától a prémiumig minden megtalálható, hogy vezet az ember. Jó, tehát ebben a táblázatban én átlagolok, hogy nagyjából mennyit költetek rá, és szerintem ez a 30 ezer forint nagyjából éves szinten reális. Utána jön a kötelező autóbiztosítás, ami 42 ezer forint nekem, ami megint attól függ, hogy hány éves a vezető, milyen tapasztalata van, milyen fokozatban, ugye hány év van mögötte balesetmentesen, meg ezer mindentől milyen autója van, tehát az 42 ezer forint. A műszaki vizsga az 15 ezer forint, ugye ez két évente van, ami 30 ezer forint, tehát feleztem, éves bontásban látjátok itt a költségeket. Aztán jön a szerviz, ide 150 ezer forintot írtam be, ugye ez megint attól függ, hogy az ember mennyit megy, mondjuk ha nagyon sokat, akkor a kopóalkat, mondjuk a városban kopóalkat részek, mint mondjuk kuplung, a manuális váltós, vagy mondjuk a féktárcsa, klíma, például most nekem elszállt a klímám, mert szét volt rohadva a hűtőrács, akkor most azt meg kellett csinálni, az 9000 forint környékén volt az egész csere, kompresszor, na mindegy, ne is menjünk bele. Tehát a lényeg az, hogy szervizként én 150 ezer forintot számoltam éves szinten. Olajcsere, ez megint attól függ, hogy mennyit mentek ugye az autótokkal, mondjuk ha 10.000 kilométerenként, 15.000 kilométerenként azért ezt minimum illik cserélni, akkor mondjuk én megyek 20-30 ezer kilométert egy évben, ezt kétszer kell cserélni, 2x30 ezer forint, 60 ezer forint. Gépjárműadó, ez megint attól függ, hogy hol laktok, és hogy milyen teljesítmény az autótok, nekem ez 10 ezer forint éves szinten, és van itt egy értékvesztés. Ez attól függ, hogy milyen értékű az autótok, egy használt autónál azért nyilván ez alacsonyabb, egy új autónál ez hatalmas, százalékban is, értékben is. Én azért vettem a Honda Jazz, mert tudtam jól, hogy azért, ha használom néhány évet, azért nem fogok óriásit bukni rajta, de mégis ide beírtam még 100 ezer forintot éves szinten, 1,5 millió forintba került egyébként 2018-ban, hogy szerintem ez a 100 ezer forintos értékvesztés megint azért attól függ, hány kilométert megy vele az ember, de átlagolva jó, és utána pedig jön az autópálya matrica, ami 44 ezer forint. Tehát összesen, amit most elmondtam nektek, ez 451 ezer forintot jelent éves szinten kiadásként, mint autófenntartás. Egy olyan autó esetében, ami nem egy pénznyelőgép. És olyat nem is számoltam ide, hogy amikor vásároltak egy autót, akkor vannak illetékek, azt hiszem a regisztrációs adónak hívják, eredetvizsgálat, ugye szeretnétek esetleg kaszkot kötni rá, hogyha nagyobb értékű az autó is lehet, és ilyen pár forintos költségeken még amúgy elmennek százezrek mondjuk 10 éves szinten, mondjuk automosás és takarítás, igen, 500 forint vagy 1000 forint, és lemossátok, nem tudom, heti egyszer, csak ezt összeadjátok, és 10 évvel felszorozzátok, akkor az megint százezres költség. Tehát ezeket a költségeket egyébként ide bele se számoltam, és így jött ki 450 ezer forint. És mondom, ami azért keletkezik, mert nekem pusztán autóm van. És persze ez függ attól, hogy milyen autótok van. Például valami drágát, több milliót vesztek, akkor nyilván tudjátok, hogy ez az amortizáció, értékcsökkenés, szervizelés, azok magasabbra lukatnak, vagy hát milyen márkának szavaztok mondjuk bizalmat, és hány éves autónak. Én azért itt azért igyekeztem tudatosnak lenni, és japán Honda Jazz-t venni. Az autószerelő barátom is segített ebbe, tehát nekem ilyen szempontból előnyöm van, de semmiféleképpen nem akartam egy olyan autót, ami fú, most olcsón hozzá tudok jutni, de megvan az esélye, hogy azért
ráköltöm a gatyámat. Azért gondoljatok bele, mennyire kellemetlen, hogy elmentek egy esküvőre, vagy bármit fotózni időpontra, és lerobban az autótok. Tehát, hogy én tényleg olyat akartam menni, hogy semmiféleképpen soha ne hagyjon ott az úton lehetőleg, vagy ennek a lehetőséget minél jobban minimalizáljuk. Hát, mit akartam ebből kihozni? Senki se tudja. Puskázok, most már tudom, az időre akartam kiukadni, ami elmegy azáltal, hogy utaztok. Én holnap indulok Keszthelyre egy fotózásra. Keszthely nagyjából 2 óra, 2 óra 15, éppen attól függően, hogy hogyan vezet az ember. És az az idő, ami elmegy azzal, hogy én leutazok Keszthelyre, az a 2x2 óra, számoljuk most 2 órával, az 4 óra összesen, addig én nem tudok dolgozni. Tehát nekem nem kéne elmenjek a fotózásra, aztán 4 órát én még megspórolnám, és itthon tudnék dolgozni, és marketingelni, pénzt keresni, retusálni, dolgozni, amivel valóban pénzt keresek, de azzal, hogy vezetek le Keszthelyre, én nem fogok tudni pénzt keresni. Legjobb esetben úgy tudom magamat hasznosítani, hogyha podcastet hallgatok, mondjuk. Egyébként a fotós podcastet hallgassátok, leírás egyébként a linkben. Link a leírásban, igen. Tehát ne felejtsetek el számolni azzal az időtökkel, amíg eljuttok, hogy tudtok egyáltalán dolgozni, elmentek a helyszínre, mert addig se tudtok pénzt keresni. És ezen viszont sokan nem számolnak, és az idő csak úgy, hát utazás elmegy, de közben ez a munkához tartozik, tehát hozzá kell számolni, és bele kell számolni. És ezért mondtam, hogy 70 forint per kilométert egyébként, és már úgy érzem, hogy emelni fogom, mert sokat utazunk, sok időben, a benzinár is most már 4,50, amikor nem tudom, 3,50 volt akkor is egyébként, vagy 3,20 a Covid alatt, akkor is nekem végig 70 forint volt, és ilyen költségek mellett szerintem teljesen releváns az, hogy emelem ezt a költséget. Ráadásul én úgy csinálom, hogy amikor mondjuk Keszthelyre kell menni, akkor én felszámolok még pluszbe egy 10 napos autópálya matricát, ami 3500 forint most, és ugye én éves veszek, ami 44.000 forint, és akkor ugye ezek a kis megrendelésből származó 3500 forintok, ezek feltöltik ezt a 44.000 forintos éves autópálya matricát. Úgyhogy ezt nektek is javaslom, ha gondoljátok, vagy ha annyit jártok egyébként fotózni. És ha már az árazásnál vagyunk, akkor a leírásban megtaláljátok a Hogyan árazd a fotózásai című kurzusomat, ami segít nektek abban, hogy hogyan árazzatok alul vagy éppen felül az adott megrendelést, és hogy hogyan érdemes árazni a fotós szolgáltatásaitokat. Ez egy 2,5 órás előadás, úgyhogy érdekel titeket, link a leírásban. Ha pedig azt gondolod, hogy a fotózásból nem lehet megélni, akkor nézd meg ezt az interjú videót, amit Tóth Balázssal készítettem, hogy a fotózásból igenis meg lehet élni, vagy nézd meg egy neked ajánlott videót a YouTube-tól. Tőlem. Szar volt? Nem volt szar. Jó volt. Jó ez.